Adásunk kezdetén a Budakeszi Vadaspark mosómedvéit mutatjuk be. Ismerkedjünk meg az itt lakó két állattal, Gerdával és Gordonnal, akik egy közös kifutóban kaptak helyet. Gordon is egy pár éve került hozzánk fiatal mosómedveként, aki egy idős házaspár találta a padláson, és azt hitték, hogy cica, hogy egy cica költözött oda be, és cicegtek is neki, és etették macska kajával, aztán az állatmentők kimentek Gordonhoz, és rájöttek, hogy hát ő nem egy macska, hanem ő egy mosómedve lesz, és akkor őt be is fogták, és elszállították ide hozzánk, mi tudtuk őt fogadni. Hasonló eset történt meg Gerdával is, ő is egy vadon fogott, élve fogott, csapdával fogott mosómedve az erdőkből érkezett, természetből, Zirc közelében találták, és egy rövidebb ideig, pár hónapig egy állatvédőnél, egy állatmentőnél élt Gerda, és utána kerestek fel minket, kerestek egy olyan helyet, ahol el tudják szállásolni a mosómedvét, és így került ő hozzánk. A mosómedve alapjáraton magányos, tehát a területvédő állat, viszont szeretnek, ahogy Amerikában is lehet látni őket, főleg a fiatal mosómedvék csapatba verődni és úgy garázdálkodni, úgyhogy bíztunk benne, hogy hamar összemelegednek és jó társak lesznek. A mosómedvét nem azért fogtuk be a természetből, mert úgy tartott a kedvünk. A mosómedve az Magyarországon nem őshonos állat. Például Magyarországon őshonos a róka, az aranysakál, az őz, a gímszarvas és hasonló állatok. A mosómedve viszont nem, ő egy észak-amerikai faj, aki Észak-Amerikában őshonos nálunk, viszont invazív fajként van kezelve, ami azt jelenti, hogy elég egyszerűen el tud szaporodni az a magyarországi erdőkben, és nagy kárt is tud okozni. Amit nehéz elképzelni egy első ránézésre nagyon cuki állatról, akit legszívesebben kis kedvencként tartanánk, ami az ő vesztét is jelentette, hiszen Magyarországra elkezdték behozni házi kedvencnek, kedvelésből tartott egzotikus állatnak, amit 2010-ben betiltottak. Manapság már nem lehet mosómedvét tartani házi állatnak, éppen azért, mert a hirtelen felindulásból kedvelésként tartott mosómedvék, amikor rájöttek, hogy ő valójában egy vadállat, amíg kölyök volt és cuki, addig nagyon jó volt, viszont amikor felnőtt és elkezdte szétszedni a lakást, meg a gazdáját is, akkor már kevésbé volt vidám egy mosómedvével együtt élni, és hát úgy gondolták, hogy jó lesz neki az erdőben, kiengedik őket, és valóban jó lett a mosómedvének, túl is élt és szaporodik is a magyarországi erdőkben. A mosómedve egy mindenevő ragadozó, tehát a zöldség, gyümölcs, magvak, rovarokon keresztül a húst megeszi, vadászik is, dögöt is eszik, madárfiókákat, tojásokat. Magyarországon minden hüllő és kétéltű védett, tehát rájuk is nagyon veszélyes lehet, és emiatt szükséges az, hogyha bárki mosómedvét lát, akkor az illetékes hatóságot értesíteni kell, és akkor ők intézkednek az állatnak a befogásáról. Miután az állatot sikerült befogni, akkor olyan állatkertek és intézmények között ki tudják osztani ezeket az állatokat, akik mentőhelyként is funkcionálnak, és akkor el tudják szállásolni ezeket az állatokat, és egy teljes életet tudnak nekik biztosítani. Gerda most már nálunk él, és Gordonnal szépen lassan összeszoktattuk. 2023-as év végén került be hozzánk, azért nem lehetett őt még az elején látni, mert fokozatos összeszoktatásra volt szüksége Gordonnal. Először csak teljesen zárt ajtók között egymás szagát ismerték meg, utána pedig rácson keresztül már láthatták is egymást, megszagolhatták egymást, és szépen lassan felügyelet mellett összeengedésre kerültek. Azt viszont előre le kell szögezni, hogy kis mosómedvékre ne számítson senki, mivel mind a két mosómedve ivartalan. Gerda is mielőtt bekerült volna hozzánk, karanténba került, állatorvosi megfigyelés alatt volt, és minden szükséges kezelést, külső-belső élősködők elleni kezelést megkapott, illetve ivartalanítva lett, mivel állatkertekben sem szabad ezeket az állatokat szaporítani. Nagyon szigorú EU-s szabályok vonatkoznak erre az invazív fajra. Európa szerte csak néhány olyan állatkert van, akinek engedélye van szaporítani a mosómedvét. Magyarországon nem sok ilyen állatkert van.